Kedves hallgatók, az idei második egyetemi kurzus óránk témája a képtárak, galériák világa, elsősorban Csontvari Kostka Tivadar Pécsi Múzeumának a megismerése, a művészetének megismerése, de azt gondoltam, hogy helyezzük el Csontvari Kostka Tivadar korát, a modern magyar képtár 20. századi kezdetének gyűjteményében, hogy összevethessük azt a korszakot, amikor hát számos más alkotó művésszel egy időben alkotta műveit, és így kontrasztok, ellentétek és párhuzamok fogalmazódhatnak meg. Itt egy nagyon kellemes helyen vagyunk, a Papnövelde utca 5-ben, amely az egykori barokk vármegyeháza kibővítésével épült múzeumi képtár, modern magyar képtár. Magyarország 20. századi képzőművészetének harmadik legjelentősebb gyűjteménye van itt, a Nemzeti Galéria és a Székesfehérvári Szent István Múzeum gyűjteménye mellett, tehát egy igen jelentős 20. századi gyűjteményről van szó. A Városfaltól délre vagyunk, annak a belső oldalán, és ez a gyűjtemény nyilván fokról fokra jött létre. A 110 évvel ezelőtt megnyílt múzeum épületében még kevés kép volt, kevés metszet, kevés grafika, és hát fokról fokra gyarapodott a 20. század közepén ez a gyűjtemény. Általában magán adományozóknak a felajánlásának köszönhetően ők orvosok voltak, ügyvédek, jogászok, tanárok, tehát így gyűlt össze egy igen jelentős képtári anyag. Művészek is ajándékoztak persze alkotásaikból, tehát ez így állt össze. Egy ilyen gyűjtemény természetesen nem lehet teljességre törekvő egy vidéki nagyvárosban sem. Igazából folyamatokat, összefüggéseket, iskolákat, műhelyeket mutathat meg, és ebből egy kis ízlítőt adunk a nagybányai festészetből, a nyolcakból, az aktivisták művészetéből, tehát abból a korszakból, amelybe elhelyezhetjük Csontvari Kostka Tivadar művészetét, és persze voltak magányos óriások is. Itt Meggyenszky Lászlóra illik gondolnunk, Gulácsi Lajosra illik gondolnunk, Ripley Rónai Józsefet illik megemlítenem, tehát akik, ha nem is tartoztak iskolákba, a műhelyekbe, de mégis meghatározóak voltak a magyar képzőművészet történetében. Egy képtárban általában nyilván a döntő meghatározó elem a festészeti gyűjtemény, de vannak jelentős szobrászati alkotásaink, művészeknek az életművei, Amerigo Tottnak a szobrai például, aki 30-as években Rómába költözött, és ott a Vatikáni Múzeumban is vannak neves alkotásai, de itt Pécs közelében egy bronzöntő műhelyben az 1970-es években öntötte újra másodlagosan szobrainak egy jelentős részét, de megemlíthetjük Martin Ferencet, aki a két világháború között Párizsban élt, majd 40-es években hazatérve Pécsre festményekkel, grafikákkal és szobrokkal dolgozott, tehát egy univerzális, ő volt az első európai nem figuratív ábrázolásnak a mestere, non-figuratív művész mestere volt, és hát az európai iskolának is egy alkotó része volt szereplője 1945-ben. De itt mögöttem is látunk egy érdekes zománc táblát, ami nemrég került a múzeumunk gyűjteményébe. A Bonyhádi zománc gyárban készíthették el a pécsi képzőművészek ezeket az alkotásokat. Itt Pincei Sándornak látjuk egy érdekes alkotását, ez 1970-es évekből. A piros, fehér, zöld színek érthető módon meghatározóak, de Trisler Ferenc és még sok más művésznek a nevét is felsorolhatnánk ebből a sorozatból. A nagybányai iskola az 1890-es évek közepén, második felében indult el útjára. Az egyik szervező alapítója Hollósi Simon volt. Ő azért érdekes a mi szempontunkból, témánk szempontjából, mert Csontvári Kostka Tivadar hozzá ment Münchenben tanulni, és az első grafikáit az ő
szabad egyetemi műhelyében készítette, ezeket majd megtekintjük a Csontvári gyűjteményben, és hazatérve Hódosi Simon hát a nyári hónapokat töltötte el Nagybányán. Ugye ez egy izgalmas folyamat, hogy nem Budapesten legyenek a képzőművészeti műhelyek, iskolák, hanem vidéken. Nagybánya ugye Erdélytől északra van, mert igazából nem Erdélyhez tartozik történeti szempontból. Egy gyönyörű hegyvidék, nemesfénybányákkal, aranyezüstbányákkal, ha annyit mondok, hogy Koltó, Petőfi, szeptember végén akkor el tudjuk helyezni ezt a közeget. És ott oda hívta meg a művész barátait, tanítványait, Ferenczi Károly, Réti István voltak a kiemelkedő alkotók, vezetők ebben a táborban, és tulajdonképpen kiléptek az enteriőrökből, tehát a műteremből, a belső terekből, és a szabad ég alatt a plener festészetnek a megvalósítóivá, megálmodóivá váltak ezekben a külszíni terekben. Itt még van némi vallásos téma is, tehát a hegyi beszéd például a nagybányai hegyoldalban készült, de igazából egyszerű témákat fogalmaznak meg, majd látunk erre példákat a kiállításban, szalmabogják, a szénabogjákat, templomba menő asszonyokat, embereket, és a fény-árnyék viszonyok visszaadása volt az egyik legfontosabb törekvése ennek a nagybányai iskolának, és több generáció dolgozott, tehát három korszakot különböztetnek meg a művészettörténészek ebben az iskolában. Az első nyilván az 1890-es évek második felében, aztán 1908-ban az úgynevezett neósok indultak útjukra, és aztán volt egy harmadik generáció is, az már az első világháború után, amikor román fennhatóság alá került Erdély, és akkor hát már román művészek is csatlakoztak ebbe a műhely munkában. A műhely munkát azért hangsúlyozom ki, mert ez egy nagyon fontos mozzanat és folyamata az európai művészet történetében, hogy összefogtak a művészek és egymásnak adták át a tapasztalataikat, megosztották a tudásukat, és így dolgoztak szerte a nagyvilágban. És ha visszatérünk a gyökerekhez, ugye, hogy honnan indultak el az európai festészet gyökerei, említettem a barlangrajzokat 30-40 ezer ezelőttel az előző alkalommal, Lascaux, Altamira, aztán jött ugye a kora középkor, amikor freskók készültek a templomokban, a középkori román stílusú templomokban, ezek fali képként egyfajta Biblia pauperumként, a szegények bibliájaként szolgáltak, hiszen írástudatlan embereknek kellett elmesélni a Biblia aktuális időszerű történeteit, tehát ez egy tanító, múzeumpedagógiai háttért jelentett. Aztán a gótikában a kőfaragók, az üvegablakészítők domináltak, és ők határozták meg a képzőművészet variánsait. A reneszánsz korban voltak a falfestők, táblaképek, gótikus táblaképekre utalok itt Közép-Európában. Vistosz például Krakkóban az egyik leghíresebb ilyen iskola és műhely vezetője a krakkói templomban, Mária templomban van 18 méteres oltárképe, kinyitható szárnyas oltára, és hát számtalan hasonló szobrászművész és festőművész dolgozott szerte Európában, de említhetjük Toszkanát, Umbriát, ahol szintén a templomokban, céhekben dolgoztak ezek a festőművészek, és a céhes megrendeléseket teljesítették egy mester vezetésével, de persze a céhes műhely tagjai is alkották ezeket a részleteket. Volt, aki az állatokkal foglalkozott, volt, aki az emberekkel, volt, aki a háttérrel, tehát be volt osztva a szakmailag, hogy ki milyen részét alkotja a összalkotásnak. És aztán, ahogy említettem, a Nagybányai iskola mellett, mögött, utána a 20. század elején elindult egy olyan fajta művészeti irányzat szerte Európában, amely a szakította klasszikus, polgári, arisztokratikus hagyományokkal,
és egyfajta polgárpukkasztásra alapozta a művészetét. Ez lesz a nyolcaknak a művészet, amit megnézzünk majd a képtár kiállításában. Itt a kiállítás kezdetén, a Magda Magyar Képtárban, a Nagybányai Iskolával és a Magányos Óriásokkal kezdődik a gyűjtemény. Ugye ez egy történeti kronológia, művészeti történeti kronológia, amit elbeszélnek ezek a kiállítások. Természetesen nem lehet fokról fokra teljes ez az anyag. A konfliktusokat, kontrasztokat, ellentéteket, eltéréseket ábrázolják. Itt egy kedves Megyenszky László festmény előtt állunk, Kertben a címe, ahogy lehet látni, a kert egyszerű gyümölcsfáit látjuk, még talán tavasz kezdetén, mert hiszen lombok nincsenek, mögöttük a kék-kék bárányfelhőkkel, és a kertben hát sétáló embereket. Hogy hol készült a kép, ez most talán érdektelen számunkra. Ugye Lipróna József, ugye Menyeszki László a Felvidéken született, és ott élt Késmár közelében, a Nagyőri kastély volt a családi birtoka, és ott van a család kastélyában, reneszánsz kastélyában egy életmű kiállítása. A Szlovák Nemzeti Galéria kezeli ezeket az alkotásokat, de általában a Nemzeti Galériánkban is van Budapesten számos alkotása, de a mi gyűjteményünk is rendelkezik számos Medjánszky képpel. Nem ez a jellemző az ő alkotó művészetére, inkább a komor, sötét tónusok, a vad Kárpátok ábrázolása például, de első világháborús katona ábrázolások is szerepelnek a művészetében, portrék, van egy öreg rabbinus portréja a gyűjteményünkben, és itt hadd mondjam el azt, hogy egy képtárban a kiállított tárgyaknak a töredéke szerepel a gyűjteményből, tehát sokkal több a raktári anyag. Ezt azért érdemes most itt megemlítenem önöknek, mert ezek a raktári anyagok, ezek arra adnak lehetőséget, hogy tematikus, időszakos kiállításokhoz kölcsönadjuk őket, könyvekbe, katalógusokba jelentessük meg, múzeumi fotósunknak köszönhetően ezeket az anyagokat. Tehát amellett, hogy itt Pécset megtekinthető a gyűjtemény alapja, emellett a háttérben egy nagyon fontos ismeretterjesztő tevékenység folyik. A másik ilyen magányos művész Lipróna József, akinek a következő képét fogjuk megnézni a kukoricás korszakból. Ő Kaposvár mellett a Róma hegyen vette egy telket, amikor Párizsból hazatért, Franciaországban élt hosszasan, és az impressionisták, a Nabi, a Vadak művészcsoportjával jóba volt, és én is jártam Bretagne-ban egy olyan kis falusi kocsmában, ahol az emeleti szobában laktak a művészbarátok, és bizony ott volt az egyik ágy, vaságy fölött Lipróna Józsefnek a Fehér ruhás nő című festménye másolatban, nyilván egy lenyomatban, tehát ott részese volt a francia művészeti életnek. A 19. század második felében ugye van egy klasszikus folyamata a képzőművészeink számára, amelyek először a vidékiek Budapestre kerülésével az első lépcső. Ők Székely Bertalan keze alatt nevelkedhettek például a mintarajziskolában, de ugye Locz Károlyt, Benczúr Gyulát illik megemlítenünk például történeti festőinként, tehát az ő iskolájukban nevelkedtek. Aztán a következő lépcsőfok az Bécs volt, tehát Bécsben folytatták a tanulmányaikat ösztöndíjakkal, hiszen azért már akkor is voltak ösztöndíjrendszerek, és ha tovább léptek, akkor Münchenben volt a korabeli Közép-Európának a legjelentősebb képzőművészeti főiskolája, ahol Hollós Simon vezette az egyik szabadiskolát. Tulajdonképpen azért ment Münchenbe jó művészetpedagógusként, hogy felkészítse a diákokat a Müncheni Akadémiára, de annyira jó művészetpedagógus volt, hogy az akadémiára felvett diákok is hozzájártak az ő műtermébe, műhelyébe tovább képezni magukat, tehát ő egy nagyon jelentős iskolát hozott létre már Münchenben. És tulajdonképpen ennek a folyamatnak a része, természetes része volt az is, hogy a túlépve a magyar királyság határain ezek a művész növendékek, fiatal művészek, hát a magyar történelmi múltat már nem kívánták ábrázolni, hiszen ez Nyugat-Európában nem volt érdekességet kiváltó megoldás.
és ezért az impresszionisták nyomdokába léptek, amit itt látunk, ezek már a nagybányai iskola festményei, ahogy említettem, Hólósi Simon hazatért Münchenből, és nyaranta Nagybányán működtette a telepét Ferenczi Károllyal és más művészek irányításával. Ez egy jó iskola volt, jó műhely volt, hiszen egymástól tanultak a művészeink. Itt látjuk a nagybányai tájat, például Glaczoszkár festményén. Nagyon egyszerű témák voltak. Ahogy mondtam, kiléptek a műteremből, nem csendéleteket festettek, hanem a szabad ég alatt alkottak, visszaadták a szabad ég levegő, a plenér jellemzőit, ami Csontvárinál is majd fontos lesz a későbbiekben. És aztán hát vannak ilyen egészen egyszerű témák, mint egy kert mögötti ház, azt a ház alatt megsüti a nap a fa árnyéka mögött, tehát visszaadni a kontrasztokat, a fény-árnyék viszonyokat, de a másik oldalon is látunk egy ilyen nagybányai tipikus tájat, a nagybányai templom tornyokkal, vulkanikus hegyekkel, hiszen egy vulkanikus táj, és két szénabogjával, tehát az ilyen egyszerű témák megfogalmazása is fontos volt. Ahogy említettem, a egyszerű témák megfogalmazása a jellemző a nagybányai iskolára, egy Torma Jánosnak, Alföldről származó festőnek a templomba menők ábrázolását láthatjuk. Este van már, alkonyodik, és a sötét ruhában, hogy mennek a katolikus templomba a misére, az idős asszonyok, néhány fiatal lány van, vagy gyerek van, akik azért színes ruhában viselik a környék jellemző viseletét. A következő megint egy érdekes kép, Réti Istvánnak egy nagyon egyszerű témája, a szénabogják a fák előtt, ami egy ilyen nagyon szépen kaszált réten vannak összegyűjtve, és ez is jellemző és meghatározó témája a nagybányai festészetnek. Ahogy említettem, kiléptek a műtermekből, az enteriőrökből, a csendéletekből, és hát itt Ferenczi Károlynak látjuk az Esti fürdőzők című képét, ahol hát a mesztelenség megjelenik, az akt festmények ábrázolása, egy folyócska, patakocska folyik a kép közepén, és ide készülnek beúszni a fiatal fiúk. Ez később a nyolcaknál is jellemző téma meghatározás lesz. Egyfajta puritánság, visszatérés a természethez megfogalmazása. Ugye itt a századfordulón, az első világháború előtti évtizedben kezdik levetkőzni a fiatal művészek a rájuk erőltetett vagy kényszerített klasszikus, polgári, arisztokratikus szemléletet, és túlléptek ezen, átléptek ezen is, hát egy kicsit polgárpukkasztóvá kezdtek válni. Itt megint visszatérünk a széna kazlakról, kazlakhoz, amit Hólósi Simon, a iskola, nagybányi iskola alapítója festett, egy kedves, bűvályos alkotás, bal oldalon két kisé, talán a kép mérethez túlméretezett széna bogja van, és jobbra pedig egy harmadik osztja ketté a kép kompozíció szerkezetét, de ezek mind fontos elemek. És aztán van egy gyönyörű látkép panoráma a Gutin helyről, a Kakastali helyről, Nagybánya fölött, ahol tulajdonképpen színfoltokkal osztja el a festőművész a legelőt, a domboldalt és a hegy különböző vonulatait bekeretezve, betetőzve a bárányfelhőkkel és a kék égbolttal. Itt már átérünk a nyolcak művészcsoport világába. Ők 1909 és 1911 között tartottak több csoportos kiállítást. Volt egy nemzeti szalon, és az onnan a hivatalos festők közül kiselejtezett, úgymond ki zsűrizett fiatal művészek, akik kicsit reformerek voltak, forradalmi stílusban festettek, ők külön alkottak kiállításokat is hoztak létre. A nyolcak művészcsoport nem pont 8 főből állt mindig, hanem volt, hogy 6-an voltak, csak vagy 7-en, vagy 12-en, de mondom a meghatározó neveket: Kernstock Károly, Pór Bertalan, Czóbel Béla, Orbán Dezső, Márfi Ödön, többek között határozta meg ezt a csoportot. Talán a legtöbbet alkotó művész Márfi
Ugye nem már fiúdön volt, hanem mindjárt mondom, majd eszembe fog jutni később, megmutatom a festményeit. Itt mögöttem egy ilyen kedves témát láttunk, egy kert kerítését és kapuját. Kenstok Károlynak Nyergesújfaluban, ez a Duna déli oldalán van, Esztergomtól Dorog felé haladva a Duna mentén, és ott volt egy kertje a családnak, telke, és ott meghívta a barátait, művész barátait, és ott festették ezeket a képeket. Itt a jellemző az ezeken a festményeken, hogy előtérben gyümölcsfák vannak, vagy bármilyen más fák, és a mögöttük levő tájat helyezik el a fák által megszervezett kompozíciós elemekkel. És aztán látunk egy aktot, amely Perlott Csaba Vilmosnak az alkotása. Itt megint egy izgalmas dolog, hogy nem a mesztelenség a lényege ennek a dolognak, ahogy a korábbi korszakokban barokk, vagy Biedermeier, vagy rokokó korban, vagy romantikus korban, hanem az, hogy hogyan, milyen színekkel, tónusokkal tudja felöltöztetni, úgymond ezt a mesztelen nőalakot, amelynek nem feltétlenül a szépsége a meghatározó, hanem az összbenyomása, az összhatása ennek a témának. Csók Istvánnak egy érdekes festmény előtt állunk, neki Tolna megyében Cecén van egy kis életműkiállítása egy kúriában, a szülőhelyén. Ez egy sokat temetést ábrázol, ami azért izgalmas, mert itt tulajdonképpen a néprajz, a népviselet és a népszokások jelennek meg a festményen. Jól látható, hogy felöltöztették a temetői keresztet népviseletbe, sokat viseletbe. Ugye ez a sokacok, ezek Boszniából származó horvát katolikusok voltak, tulajdonképpen nekik köszönhető a mohácsi busójárás is, és hát itt látjuk jól a kompozíció szerkezetben, hogy két asszony, siratóasszony térdel a sírkereszt két oldalán, tulajdonképpen a szemük, az arcuk egy magasságban van a kereszttel, és ez meghatározó kompozíciós elem, és a testük pedig követi bizonyos értelemben a kereszt, felöltöztetett keresztet a terebélyességgel és a formátumával. És akkor egy kis kontraszt az eddigi festményekhez váltottakhoz. Fényes Adolfnak látjuk egy festményét csendélet porcelánokkal, ahol még az igazi klasszikus polgári interiőrt látjuk gyertyatartókkal, porcelánra vezett órával, bombonierrel, porcelán kakasokkal és egyéb abroszokkal, ami hát jellemző volt a polgári világra, amit láttunk az előző előadásomban a Zsolnai Múzeum emlékszobájában is. Ahogy említettem, a műhelyek, iskolák mellett magányos óriákosok is alkottak, Medjenszky László mellett Gulácsi Lajos volt egy ilyen magányos alkotó, a korban egy ilyen egészen izgalmas, misztikus, álmodozó világot hozott létre, a reneszánsz bűvöletében, a keleti kultúrák bűvöletében, itt a Fiatal nő Rózsával című alkotása erre kiváló példa, és egyel odébb lépünk, akkor látjuk az Ópium szívó álma című festményét, hát ő egészen elmerült a keleti kultúrákban, és egy ilyen egészen elvarázsolt és izgalmas világot hozott létre, ami megint egy egyedi világ volt a századforduló utáni Magyarországon. Menyeszki Lászlóval már találkoztunk, itt egy fantázia természeti ábrázolása látható, ahogy említettem, ő felvidéki születésű festőművészünk volt, és hát itt talán az Alpok vagy a Magas Tátra is lett meg egy tengerszem ábrázolással, ahogy a havas hegycsúcsok között gomolyognak a hófelhők, és a lent a mélyben egy tó húzódik. Itt most csak érdekesenként képpen említem meg azt, hogy látják azt is, hogy mindegyik festménynek más-más kerete van. Tehát ez attól függ, hogy honnan került a képtárunk gyűjteményébe, milyen magángyűjtőtől, vagy milyen gyűjteményből. Van, amelyek kaptak egy új keretet hozzáélő, egyszerű modern keretet, de van, ahol meghagyták ezt a kicsit cirázás, neobarok keretezését a festménynek. A másik oldalon pedig Csontvári Koszka Tivadarhoz jutunk el. Itt a
Selmecbánya látképe című festményt érzékelhetjük. Ez a pont ma is megközelíthető, tehát beazonosítható, és innen ugyanezt a látképet látjuk. Ugye ő többek között a megfoghatatlan természeti erőforrásokat próbálta megjeleníteni. Itt ez az erőforrás a föld alatt van. A nemesfém bányák vannak. Minden háznak volt egy saját kis bánya lejárata aknája a középkorban, hiszen ez a felvidéki terület volt Európa leggazdagabb arany, ezüst bánya övezete a 13., 14., 15. században, amíg Amerikát fel nem fedezték. Látjuk a két nagy épületet a kép közepén, amely Mária Terézia Bányászati Akadémiájának a két épülete, és aztán látjuk fenn a hegy tetőn a káváriát, amely a Kárpát-medence egyik legszebb kávária épület együttese a tájban kialakítva. És aztán persze az előtérben jönnek-mennek a tevékenykedő polgárok, kaszálnak, gyümölcsöt szednek, legelésznek az állatok, tehát ez azt mondhatjuk, hogy a csontvári életműben az egyik legfotografikusabb alkotás, tehát a legjobban követi a valóságot, minden más festménye ettől lényegesen eltérő alkotás. A Nyolcak művészcsoport egyik legfiatalabb tagja volt Berény Róbert, és bizonyos kiállításokon ő szerepelt a legtöbb alkotásával. Itt a cilinderes önarcképpen látjuk, ami megint egy izgalmas dolog, ahogy mondtam, a polgárpukkasztásról is szólt ez a fajta világ az első világháború előtt. Tulajdonképpen, ha átfogóan szeretném jellemezni a fiatal művészek törekvését, akkor nem követték az édesapjuk nyomvonalát, nyomdokait, akik kereskedők voltak, iparosok, bankárok voltak, tehát nagy hirtelen meggazdagodott pénzemberek voltak, és felhalmoztak tőkéket. Ezek a fiatalok pedig hát nem kívánták ugyanezt a pénzgyűjtő foglalatosságot űzni, hanem inkább elherdálták ezt a vagyont. Például Berény Róbert is hát beköltözött egy bordélyházba, és ott ingyen festhette a aktokat és modelleket, tehát ez így ilyenfajta érdekes megoldás volt. És a következő kép is egy nagyon izgalmas színvilággal rendelkező. Látjuk, hogy nagyon erős kontrasztok vannak a színekben, ahol egy fonott karosszékben ülő nőt látunk, van valamiféle képkeret mögötte, de az is eléggé ferdén, egy kék lepel, ami kontrasztja a piros ruhának, és egy zöldes, sötétzöldes tónusú háttér, ami nagyon erős világot jelképez. A másik oldalon pedig látjuk megint egy nagyon izgalmas, erős tónusú képet, Cigány Dezső, szintén a Nyolcak művészcsoporthoz kiállításban csatlakozott festőművésznek a Cigány anya a gyermekével, ahol pedig a kék tónusok dominálnak, a sötétebb a ruhán, és a világosabb kék a háttérben is ebből világít ki tulajdonképpen a szoptatós gyermek. Egyfajta Madonna ábrázolásnak is tekinthetjük. Kenstock Károlynak látjuk egy üvegablak tervét a Schiffer villához. Ez az Andrássy út közelében található a Városliget felé vezető útnak a bal oldalán, egy párzamos utcában. Tulajdonképpen a évszakokat fogalmazta meg, ez sajnos a tényleges üvegablak az elpusztult a II. Világháborúban, de rekonstruálták, és most látható egy másolatban az eredeti helyszínen, viszont a gyűjteményünkben került valamilyen magángyűjtőnek köszönhetően ez a dolog, és látjuk, hogy a kompozíció szerkesztésben a négy évszak középen egy sávba húzódik, és nagyon karakteres, mesteren alakok szerepelnek a nyári ábrázolási periódusban, évszakban, az ősz és a tél, meg a tavasz, azok beöltöztetett figurák, de nagyon szépek a színtónusok, és persze üvegablakot tervezni nem könnyű. Ugye a gótikus katedrálisoknál volt egy meghatározó ilyen évszakokon keresztül, a francia katedrálisoknál is onnan terjedt el szerte Európában, aztán időről időre visszatértek ezek a technikai megoldások. És aztán látom, egy kedves virágcsokrot egy vázában a Nyolcak kiállításán szerepelt az egyetlen női alkotó, Lesznai Anna, akinek látjuk itt egy ilyen hímzés tervét, Andrássy féle hímzés tervét, tehát ezt elvileg egy
párnán kell elképzelnünk, vagy textilen területen kell elképzelnünk a végleges változatban. Lehet, hogy lesz nagy Anna főzött a fiúknak ebédet, amikor alkottak együtt, tehát volt egy ilyen szerepe valószínűleg a festőnőnek, hogy művésznőnek, hogy ellátta a fiúkat jó téteményeivel. Tehát ez egy ilyen sajátos megoldás, ami egészen kilóg azért a művésztársak, a fiúknak, a férfiaknak az alkotó modorából, kicsit olyan, hát nem szecessziós, de art deco-s, meg ilyen romantikus jellege van. És akkor itt a kiállításban, a Modern Magyar Képtárban befejezzük Csontvári Koszka Tivadar művészete megismerése előtt a még ebbe a korba tartozó festménnyel, amely egyfajta emblematikus ábrázolása ennek a korszaknak. Pór Bertalan a művész, ő is a Nyolcak csoportnak a tagja volt, és Vágyódás a tiszta szerelemre címet viseli az alkotása. Ugye itt egy ilyen ókori görög reminiszcenciát láthatunk, visszatérés az antik ember ideálhoz, amely nem csak az atlétikus testek ábrázolásában jelenik meg, hiszen mindenkinek gondosan kidolgozott izomzata van és testrészlete. Igazából nem mondhatjuk erotikusnak az ábrázolást, mert nem erről szól a dolog, viszont mindenkit nagyon gondosan kidolgozott Pór Bertalan, és a háttérben pedig hát egy antikára jellemző, antikvitásra jellemző táj, valószínűleg azért a Dunakanyar volt az ihletője ennek a háttér ábrázolásnak, de ez is teljesen elnagyolt, ilyen halvány, kékes-zöld tónusokkal erősíti meg a barna bőrű napozott testeket, tehát a bronz napszín az meghatározó ebben a ábrázolásban, a Vágyódás a tiszta szerelemhez című alkotásban.